Érkezés, hogy kell valakit kísérni? Imádom, amikor mondják, hogy tessék parancsolni, elindulok, elágazik. Most merre? Bar. Leszakad a nyakam, ugye, mire fölénünk. Hogy kell valakit kísérni, segítene? Előjön. Akkor kell kezet nyújtanom a vendégnek, hogyha hozzám jön, vagy ha én is tárgyalok. Ha csak oda kísérem, akkor nem az én vendégem, hanem az ő vendége. Jó napot, elnök úrhoz jött? Parancsolni, erre fel, tessék parancsolni. Utolrendben volt, mindent találtam, akkor helyet is. Köszönöm, tessék parancsolni. Előtte félvállal, nem teljesen. Ha beszűkül, megint megyek, mindig előtte kell kicsinkével menni. Ajtóhoz, ha érünk, kimenjen be előre. Mondják, hogy a nőt kell előre engedni, kivéve a kocsma, ahol repül a kés. Tehát nyilvános helyre, presszuk, étterem, McDonald's, bármi, mindig a férfi lépjen be elsőnek. És azt nem tudja a párunk, rá kell nézni a párunkra, a kilincsre, meg a párunkra. És akkor már nyitja is. Na de ez nem nyilvános hely, tehát bárhol máshol, mikor kell előrengedni a vendéget, vagy azt a felérendeltet, ajtó merre nyílik? Ha én felém nyílik, kinyitom, és előrengedem. De ma már minden ajtó amarra nyílik, na apu, anyu mennek színházba, apu utcáról tartja, már szakad le, anyu mellette fuf, visszaesik az egész. Az ajtó az alányát fölgyorsult, nem löki, ő gyorsít föl, és belül tartja neki az ajtót. Nem engedi rá vissza. Szépen bejötte. Ilyet van probléma, például protokoll főnökként kísértem a francia nagykövetet. Most ilyenkor nem férfi nő, hanem ugye a tanult ember, aki nőből van. Tehát kinyitom az ajtót. Excellenciás úr, ó, nem asszonyom, tessék. Akkor nem kezdjük el, hogy de maga meg tessék meg maga, hanem akkor... belépek, és nem úgy, hogy na, innen ma én megyek, hanem belépek, megvárom, még ő is belép, és megint megyek előtte, mellette. Tehát férfi főnök megy női beosztottjával tárgyalni valahova. A magyar férfi még engedné elő a kolléganőt, a német az már vágódik be, és ilyenkor, hogy ugyan főnök, hát maga a főnök, menjen főnök, maga a főnök, ilyen hülyén néz ki. Akkor belépek, és nem úgy, hogy na, jöttünk, hanem belépek, föl se nézek, hanem a főnökömet nézem, jelezd, hogy te is őt nézd, mert ő a főnök, és amikor a főnök oda lépett, akkor lépek oda másodiknak. Tehát ajtóban ne tipródjunk. Na, lépcsőre lépcsőn föl. Aki a lépcsőn fölfelé megy a gravitációtól, hátra tudom, és hátulról kell védeni. Elmegy a nő, alatta megy a férfi. Szoknyája a lállát. Az ilyen icinke-picinke alá kell. Az azért rövid, nem? A normaszok nyilván meg, hát, tessék, mondtál valamit, nem? Az itt, az ilyen picinke alá kell látni. A normaszok nyilván meg 2-3 lépcsőfokkal lejjebb, hogy nem megy rendezően. Aki meg lefele megy, mert orra tudna esni, lehet, hogy nem alárendelt, fölé rendelt. Férfi, nő, fiatal, idős. És van még a lift. Azt mondja a magyar szólásmondás, hogy a liftbe az anyós kell beengedni előre, hát ha a fülke nincs ott. Most, hogy én beszálljak a vendég elé, vagy a férfi a nő elé, akkor lehet csak, ha nagy ajtós és bent van a gomb, akkor beáll a gombhoz. De a moderneknél meg tartom, hogy jelzem, hogy beszálltam. Most bennünket, nőket beengednek, vagy beszállnak a férfiak. Emelni az ajtó, ahogy nyílik, van az ilyen, tessék parancsolj, én meg nem férek ki. Ha az ajtóban van, akár férfi, akár nő, lépjen ki. És ha úriember, akkor nem kilép, hanem kilép, megvárja, míg kiszállnak a nők, és aztán megy tovább. Csak szoktam mindig mondani. Ha el akarnak menni, nyugodtan. Meg a szemkontaktushoz, ha fog valami közös ilyen álló alkalom van, tehát egy előtérben, egy konferenciánál, vagy egy fogadás, vagy bármi ilyesmi, mikor nem zavarok, ha odalépek, és ő kimosolyog rám, hogy jó napot kívánok, akkor tovább kell menni. Meg kell várni még rám, itt a felső mellkas. Jó napot kívánok, ez menj innen arrébb. Ez meg de jó, hogy itt vagy. Síró szomszédasszony jön. Bizony, drágám, beszélünk, csokollak. Megszabadulok. Rányítok, nem szabadulok meg. Ez a befogadó része. Na, a másik ábra, amiről kéne beszélnem is, az ebbe, amit eddig elmondtam, ez legalább 3 óra hossza férne, még plusz bele. De hát egyelőre ennyire tartunk. Az első benyomás értéke, elsőre mit hiszek el? Azt akarom mondani, hogy legyen szíves, menjen ki.
Ebből a leírható legyen szíves, menjen ki, ez csak a 7%-a annak, amiről beszélek. Az emberek nem azt értik meg, sokkal inkább, hogy hogy mondom. Mert ha azt mondom, hogy legyen szíves, menjen ki, akkor vagy kint lesz meglepetés, vagy akkor meg a visszajön. Ha meg azt mondom, hogy legyen, menjen ki, mást mondtam. Milyen hangsúlyjal beszélek, mert azt, ha nem értem meg, akkor nem értem a szöveget se. Gáspár Laci, állom szépen énekel, de most mondja, nincs benne magánkzúzó. Magánkzúzó, légy, hogy tud úgy beszélni, nincs benne magánkzúzó. Nem értem. A másik, ez a fejhang, ez a mizu-mizu, két kicsi legó, össze, kicsi legó, hát ez nagyon szőke. Telefonban ez a kis türelmet, keresek egy tollat, jaj, ez pont most fogyott ki, de van a fiókon be egy ceruza, bevertem a térdem a fiókon. Ez vagy azt jelenti, hogy én vagyok hülye, vagy hogy te. Ezt azért merem így mondani, mert például nekem a gépet használom, de nem értek hozzá, csak dolgozok vele. És ha elakadok, akkor fölöm az informatikusomat, ez a rendszer gazda, ez így lovagol, nem én ez a szón imádom, hogy Zsolt, ez meg ez történt. És elkezdje nekem így magyarázni, hogy mit kell csinálni, mondtam, Zsolt hülyeséget kérdeztem, azt mondja, hogy igen, honnan tudod? Hát mondom, mert így kezdted el magyarázni. Tehát az a másik, hogy te másik is lököd. És ami még nagyon rossz, az erős hangos beszéd. Rengetegen beszélnek hangosan. És a hangos beszéd önmagában agresszivitás jelent, pedig nem agresszív, csak hangos. Miért hangos? Mert ott van fölébe a dobola évek óta a muzsika, és a dobhártyája megsérül, és nem hallja a belső hangot. Tehát aki hangosan beszél, rá kell szólni, hogy már megint hangosan beszélsz. Ha meg olyan beszél valaki hangosan, akivel nem lehet rászólni, hát én a lakosságot is nevelem, még nem vett meg senki. Úgy velem szemben a buszon a kicsaj, két szélyes kicsaj, hogy utána a Dávid megfogta a combomat, én meg elkezdtem, hogy azt mondja, mit néz, mondom, azt hittem, nekem mondja. Na de hogyha ezt se lehet lejátszani velem, mert olyan beszél hangosan velem, ahogy ezt se lehet lejátszani, akkor van egy technika, kezdjük el nézni a száját. Mert a szemkontaktusnál nyilván nem a szemébe nézek, hanem az arcát nézem. De a hangos, akkor meg csak a száját, és akkor ő össze fogja kapni, csak szoktam mindig mondani. Amire föl lehet használni, ez két nagyon fontos dolog. Mikor mondtam, az Európa nem negatív és nem vág oda. Hát, de valahogy ki kell mondani. Erre találtuk, ez az ilyen lányomnak mondom, menjem is értse. Ez a meta beszéd. A beszólás abban a másodpercben sét. A metán meg el kell neki gondolkodni. Ez imádom, ez se jön majd rajta, mit hallott. Ez azért, mert nem zárunk, nem mindjárt zárul be. Na, egy példát mesélek el. Egyetemisteim, meg Corvinuson voltak kurzusaim 12 éven keresztül, most már nincsenek, mert nagyon fárasztó, de ott tényleg egész évben voltak kurzusaim, és rengeteg az zúghallgató. És jönnek be a fiú meg a lány kézen fogva, ilyen Hello Kitty szerelemfátyom. És így leültek, a lány odabújt a fiúhoz, a fiú átfogta a vállát, hát mondom, előadás alatt ezt nem kéne, hát mi közem nekem ehhez. De hogy szóljak én, hogy én, hogy az egyik, hogy én vagyok az öregasszony, mondom, fázik a kislány? Én szétrebbentek. Tehát, ha valakinek rosszat kell mondani, mindig kezdjük egy jóval. Ronda cipő. De jó ez a harisnya, ez a szoknya. A cipő nem, de ez a harisnya. Egy rossz főnök mit mond? Írd át. A jó főnök mit mond? Ugye ez a második bekezdés milyen jól sikerült? Akkor is át kell írni. De mennyivel szívesen. Vagy lányok, vacsora vendég. Azt mondja, vacsora vendég a vacsora végén, hogy ez a desszert milyen finom volt. Hát a többit miért főzted, nem? És a másik, amire föl lehet használni, agresszív, üvöltő ember kezelése. Most legyőzni üvöltve nyilván nem lehet, de akkor hogy? Itt áll és üvölt. Az első egy szellemi rákészülés, mély filozófiai műből hozom a példámat, parafrázis szinten, amikor azt mondja a malacka a micimackónak, hogy te micimackó, mi az, hogyha egy borzalmas fenevad azt mondja, hogy hú, hát azt mondom, hogy trallala. És neked másodszorra is, hogy hú-hú. Hát azt mondom másodszorra is, hogy la-la-la. És azt mondja neked harmadszor, ez a malacka harmadszor nem fogja mondani. Hát itt áll és üvölt micimackó effektus, már jobban vagyok. Arcunkra felveszük ezt a nagyon figyelek, és szeretnék én segíteni című arcunkat. Nőknél ajakrésre nyitva. Na most nevetni azt nem szabad neki, lóg a lóláb. Amikor nagyon kéne nevetni, nagyon kéne és nem szabad, van egy technika, a szemüldünket húzzuk össze kicsit, nem teljesen, mert attól még nevetni, hanem tartani kell olyan
És akkor nem tud fölmenni a száj. És nem szabad megszólni se, hogy de, vagy én, mert akkor arra szóljon, akkor újra kezdi. Hagyni kell. Ez annyira jó, az ember ott áll belül már igen nagyon kacag, az meg ott igen nagyon üvölt, és amikor kipukkad, akkor mondom azt, hogy miben segíthetek? Istenem. És hogy ezt fölfogja, kell egy olyan 95-ös IQ. Alatta nem megy. Mi van, ha nem megy? Egyszer Mici Mackó, kétszer mindig üvölt, az a harmadik, hogy megkérhetem? Ezt a hangnemet velem szemben. Azonnal fejezze be. Lefagyok, és az mindenki megérti. Ez ide menni, most már reggel így menni, már nem tudunk még lejjebb menni. Hát ez, nekem meg kell fegyelmezni a kollégámat, ment a munka, úgy mentünk én hozzájuk, hogy az a fejezés elment három még. És mindenki befagyott így bele a levegő. Ezért mondom, hogy nem megemelem, hanem leviszem a hangom. Egyenes derék és megemelt áll. Jön mondjuk az a férfi, hogy kisasszony a szeme színe. Köszönöm. De a hajaszíne. Köszönöm. És mondok, neki megy harmadszor is, mert mondjuk, hogy már fáradt. Ha nekem vagy az a harmadik, hogy megkérhetem? Ezt talán most hagyjuk, jó? Köszönöm. Nem létezik, hogy neki menjen harmadszor, mondjuk az aklatáson mondjuk ennyi. Na, és de leginkább a látott információt hiszem, mert ránézek, eldöntöm. Ja, még a hangerőről, nem tudom ki milyen munkából jön. Ez még egy fizikoterápiás kezelés, ott én fekszem, hát enyhén ugye szimbolizálva magamat, kicsit önidealizálva is. Rajtam a 220, és akkor fölöttem, hogy Kati, mit főztél tegnap? Hoztál be kis kóstolót? Káposztát? Nem, hogy káposztát, hiszen ezer év... Megőrülök, vagy a fodrásznál is. És akkor te, jön érted egy Gyula, jön érted, beszélgetnek. Én meg ott ülök. Ennél megalázóbbat nehezet lehet elképzelni. Tehát ott van, és már hogyha valaki még szállodában van, ha csak egy vendég van a halban, már az is 100 vendég. Egy vendég feje fölött sem szabad átkiabálni, mert már ott van. Tehát ez a legmegalázóbb dolog, ami az emberrel történhet. Na, látott információ, testbeszéd, öltözködés. Igyekszem gyorsan mondani, ha már ennél gyorsabban már nem nagyon le. Egy-két hibát, ez az ilyen, váltam is a fülibe. Ráncolódik oldal, de érdekes. Hát nem hiszem el, mert az figyel rám, aki ezt a felső mellkasát felénk fordítja. Akkor anyukánk mondta, hogy nézd, nem, ha beszélek hozzád, nem így kellett, így kellett. Ez meg a nem érdekes. Ha velem valaki úgy ül le, hogy hallgatom, kezibe adok egy darab papírt, nyíljon le. Na, mi nők nem is eszünk, mert mellünk ugye útban van, de a fiúknál gyakorlóan, ilyen, miért teszik ide fel, hogy gyakran a férfiak, mert mit csináljanak vele? Pedig egyszerű, itt van a vállam, ide nőtt ki ez a két kar. Itt a helye. Nem, lóg ez, lóg. Helyette a fiúknak van az ilyen szabadrugásfogás, ez az ilyen szabadrugásfogás. Ez akkor jó, ha nem veszik el diktálni, de elkezd beszélgetni, nyissa le. Hát sokszor láttam, hogy városi ünnepségeken, hogyha nem ülnek, hanem állnak mondjuk pódiumon, és minden férfi... Hát hogy néznek ki? A derék alatt nyitom, zárom, tehát valamiben kapaszkodok, a manzsettába, a kabátszélbe, valamiben kapaszkodom. A zsebedugók között, mert zsebedugókban azért nem szeretném, hogy én meg ember vagyok, itt nem megy, csak leszólást érzünk benne. Már most meg kell ezzel békülnöm, mert nagyon sokan, azt mondom, hogy jó van, folyosón csak férfiak vannak, dumálnak, ám legyen. De már nővel szemben, meg ha kiáll emberek elé, pláne ne legyen. De ha csak úgy folyosón akár, hogy akkor viszont az begombolt zakóval, mert a kigombolt zakóval a pocimaci. A legjobb a hátul összefogott kéz. Hostessek azt tanulják, a hostessek, hogy ilyen elől így. Hátul. Ez a figyelő felületem előre bukik, az a Habsburgottó Károly herceg. Azt jelenti, hogy figyelek rád. És embernek ennél drágább hírt adni, annak, aki én rám figyel, hát az milyen rendes ember. Hát annak én mindent elhiszek, hát rám figyel. Hát én ezt ott fönn gondolhatják az év volt, kint kipróbálni. De kőbánya, 10 emeletes panel, 10 emeletnyien elszegényedett, tisztaságmánia, pletyka, emberre jót nem mondanak. Engem kedvelnek, hogy hát ibbik egy drága teremtés. Ugye miről ez nekem az én lakásomban nehezebb betörni, mert hogy ibike? Van a földszinten a Margitka. Minden közösségben van minimum egy Margitka. Rosszabb helyen kettő. Ez egy férfi egyébként, ez a kútmérgező. Áll a kapuba, ő a ház szervere. Lemegyek, mondom, jó reggelt, Margitka, mi újság? Eddig jött mindenki. A sikeres életúthoz kettő lépcsőfok visz. A mi újság után kezdjünk el figyelni arra, hogy mit mond. Durván fél perc, és mikor rájövök, hogy miről beszél, a csúcsika, aranykulcsocskája kifejtő kérdést kell feltenni. Tehát nem azt, hogy igen, hanem hogy és hogy történt, drága?
Elkezdi mondani, nekem erre nincs időm. És hogy történt, drága? Beszélünk majd még, jó? Puszilom. Az egész nem több másfél perc, és nem tud utálni. Lassan már meg is szeret, már kórházban is mondta ezzel. És ezt gyerekeknek már meg kéne tanítani, mert az emberek elszoktak attól, hogy másikra figyeljenek. Az és akkor én vagy nekem meg. Az emberek már nem beszélgetnek. És erre az egész emberiség ki van éhezett. Amerikában a pszichológusok azért most már meghallgatják. Nem tesznek fel még kérdése, hogy végre én legyek a fontos. Tehát a két gyerek üljön le egymással szemben is, beszélgessen. És nem az és akkor én vagy nekem meg, hanem arra figyeljen, hogy ő mit mond, és abba kérdezzen bele. Ez az aranykulcsocska. Ennél hamarabb nem lehet sikert elérni, hogy rám figyel. Hát egyből megnyílik. Egy első munkahelyen is, első nap mindent kérdezni kell, hogy most tegezzük, vagy magázzuk, ezt a dossziót hova kell tenni. Annyira helyes új kollega van, annyira akar tudni, állandóan kérdez engem. Hát a kérdezés tudományt, azt meg kéne újra tanulni. Na ülve hogy lehet győzni, ülve hogy kell figyelni, nem az, hogy miért, hanem hogy. Soha nem szabad elfeküdni a széken, mi nők nem tudunk, férfiak hajlamosak arra, hogy elfeküsznek, és akkor megint a gravitáció győztök, ami egy perc alatt alszik. Fenekemet be a hajlatig, és a vesémet támasztom. És ez fotelben nem, fotelben az ember beleül, hát onnan másik kettő veszik ki. Ha meg bemegy, akkor meg a lába áll föl, ilyen süppetős, mivel a karfán elülök, és a karfával támasztom meg a vesémet. Na most mi nők ülünk le, és tesszük a lábunkat föl. Erzsébet Kályi Horodkályi Diana nem tette föl a lábát. Ugyanis ha tanult ember szerepben vagyok ott, lányok, akkor ez a résznek kell győznie. Tehát ott semlegesnek kell lennie. Tehát zárt érdel jobbra-balra, hát mondjuk ez nem mindegyik jó, azért mondjuk meg. És hogy zárt érdel, hát elnézést kérek, de ezt muszáj megmutatnom, hogy a zárt érdel kell ülni. Látszik, hogy látszik. Lehet, ha bekulcsolom, akkor a térdem ne nyíljon meg, ha meg fölrakom, mert fölrakjuk. Azt annyira mellé kell húzni, hogy bokacsont a lábszárhoz és lábfej lehajtva. Ez egy perc alatt elzsibbad. Ami meg szép, hogyha így fölrakja, lefekted, arra fele kell fektetni, amerre a fölrakott lábadat, tehát csak tedd vissza gúj, és ezt tedd arrébb, így, hogy egyfelé menjen a két lábad, és akkor már mindjárt elegánsabb. Legtöbb ilyen hosszú szőkelábú főrakja a tévébe lefektett, és akkor ilyen réalakba repülnek a butyogok. Ugyanis, mihelyt kívül van a láb, lábrázás cipő ki be, az egyértelműen női szexuális felhívás. Ha országúton ott állnak a lányok, honnan tudni, hogy ki vár a buszra, és ki a munkanélküli szövőnő, van a lábán netharisnyi a piros cipő, vagy semmi, se elindul a figyelem, és már ott vagyunk, ahol különbözünk. De ne rázd a lábad, az innen van. Na, a fiúknál égtelen nagy terpezbe, oké, meg a Majka, meg a Győzike. Hát itt van most a szarvasbőgés, a szarvasbikák harca. A bika nagy hátsó terpesze, a comb belső oldalának mutogatása ez a vezérhím jele. Magyarán, minél nagyobb neki a terpesz, annál kisebb neki az agya. Nem mondok hosszú szavakat. A férfi ember kis terpeszbe ül, ne zárja össze a két kis terpeszbe, és ha bekulcsolja a bokát, akkor sem menjen olyan kisgazdásan szanaszét, hanem majdnem párhuzamos kis terpeszbe kell, hogy üljön. Öltözködés, erre sokan kíváncsiak, pedig nem erről szól a protokoll. Az öltözködésben egy mondat, azt kell fölvenni, amit el akarok magamra hitetni, mert rám néznek és eldöntik. Fehérköpeny vérnyomásmérővel az orvos. Vérnyomásmérő nélkül, az meg pék. Há, vagy hentes. Tehát ránézek, eldöntök. Tehát ahhoz a szerephez kell, és lányok bármilyen szerepben, nyugdíjas, könyvelő, menedzser, orvos, bármi, a szerepemhez képest mindig elegánsnak kell lenni. Az elegancia az nem pénz. Az elegancia az bentről jön kifelé. Elegáns ember nem késik. Elegáns ember az asztalán rend van. Elegancia egy szoknya, blúz, egy sál és elegáns, az bentről kifele jövő dolog, és nem pénzkérdése. Elegáns ember nem kócos, az bentről kifele jövő dolog. És hogy szoktam mondani, az elegancia az a megjelenés intelligenciája. Tehát egyik, az a kék-fehér, semmi, egy fekete szoknya, piros vagy kék kabátka, fehér blúz, és tulajdonképpen semmi, és elegáns. Elegancia bentről kifele jön. Egy veszély van, az a sportosság. Minden médium azt sugallja, hogy sportos légy. Aki nem sportos, nem ember. Hát pedig azért az. Na de sportolni megyek én oda? Akinek sportáruháza van, az árulja, és nem ő sportol. Tehát más a szerep, a szerephez kell hitelesnek lenni.
A szoknya, az, a ruhakabátkával az nagyon jó, mert karcsúsít meg minden, hát csak nagy hassal már nem olyan jó. Lehet nadrág is, de annak le kell érni a földig. Nadrág az, ami a boka fölött 10 centivel kezdődik el, vagy még rövidebb, az hova viszi a figyelmet, ahol különbözünk. Tehát a nadrágnak le kell érni a bokáig. Időskorban se hagyjuk el magunkat, tehát nem kell mindig böketében járni. Szóval az a szörnyűséges, az nyomasztja az összes többi embert. És otthon se hagyjuk el magunkat. Szoktam mindig mondani, otthon is nézzünk már ki valahogy. Szóval persze az ember lazább otthon, de az nem azt jelenti, hogy fülem farkam elengedem. Hát ez alkalmi, ez vékonyak kell ingyen fölvennék, úgy néznék ki, mint egy nyugdíjas meteorológus nő. Akkor szabad begombolva hordani a blézert, hogyha a mellbőség nem több mint 80, több mint 85, akkor az a mellbőség magasságában van, és akkor tényleg meteorológus nő lesz. Erősebb mellbe, hát kigombolva hordjuk. Szoknya hossza, ez a picike, ez az övnyi, ez nem takar, hanem mutat, combom van, agyam nincs. A fél combig élő a mini, az akkor jó a mini, ha valakinek gyönyörű szép lába van, és nem múlt el 25. Na jó, 30. De itt már vége van. Tehát az, hogy szép lába van önmagában, nem. Medveszki van a gyönyörű hosszú szőke lábaival. Elment a medveszki van a tavalyi táncosnő a tavaly a sztoribálba, kis mini feketébe piros farkakat röhögték, mert a korához nem volt való. Tehát az kor és lábfüggő. És ebben a félszombék élőben, ebben csak állni szabad. Mert ebben lehajol, még nővérke a kórházba a ketteskéhez, egyes-két ott viszik el infarktussal, nem? Az elegáns nő az nem hajol, hanem gugol. Mert a fenék látványa, az az összes kultúrában, amit ismerek, az a szépen fogalmaz, termékenység jelképe. Tehát inkább gugolunk és nem hajolunk. A térdel fölött 2-3 centi a tuti, abból nem lehet baj. A felső részünk 40 fok melegben se legyen ki ez a vállőv. Mondjuk, ha emelj strandra megy, vagy piacra, akkor esetleg ki lehet, de nekem meg akkor sincs kint. Mert az első olyan kiló, aminek jön, az nem a hasra megy, hanem ide. És ez itt rengeteg, és ezt még ilyen disznóvágásba is föl is szabom, tehát én már nyáron sem megyek le ugyatlanba a piacra se. Tehát a nyáron, hogy mondjuk állásinterjú vagy munkahely, vékony top és rajta egy kigombolt blúz, tehát a vállunkat be kell takarni. A dekoltás meg tudja minden nő, hogy egy férfi számára a női arc, az valahol itt ér véget. Mondták, nem tanárnő, ott kezdődik. Kirakom a bögyömet, effektíve a bögyömhöz fog beszélni. Nem bír máshova nézni. Tehát az embernek, nyilván nem apáca, de van egy határ, azt tudjuk. Tehát nekem már lehet mutogatni, tehát egy centi ki lehet, de már három nem. De ezt tudja magáról mindennek. Harisnya, ugye nők, lányok vagyunk itt. Ezzel van valami. Valóban nagyon régi konvenciónk. Van egy olyan könyvem, hogy a Nagyvilági Hölgy Tanács, hogy a könyv 200 éves, ilyeneket tud leírni, hogy urinő nem fogja meg a kilincset. Hát jó sokáig kim meg bemaradnánk. Persze, hogy megfogjuk. Még egy férfi kinyitja, akkor megköszönjük. És az a könyv, hogy urinő mindig harisnyába jár. Mondta, amikor térdig ért a harisnya és földig a szoknya. Ezt ma már nagyon nehéz megoldani. Protokoll főnökét vagy azért szenvedtem, hogy 40 fokba harisnya és meghalok, vagy azért szenvedtem, hogy nem vettem föl, mit szólnak. És jött Diana hercegnő, az, aki Antal József fogadta annak idején, rajta a kis kosztüm, térden föl 2 centi a szoknya, nagyon fontos, hogy elől zárt, hátul pántos cipő, ez fontos, és nem volt rajta harisnya. Én a saját szememmel láttam. De egyenletesen barnult, sima, és nem volt a sarka főkérgesedve. Lányok, sima lebarnult női láb, és én mindenkit felmentek a harisnyáról 40 fok melegbe. Nyilván zárt cipőhöz, a körömcipőhöz nyilván föl kell venni. Nylon tércokni, az csak nadrág alá. A szoknyából kivillan, ott maradok. Na, a tanult ember, aki férfiből van, ugye a székelyparcánban mondta, a tanult ember az a pantallós, mert a gatyához képest az volt a több. Ma mi a több az innyakkendő? Annak hiszem el. Egy Tesco-ban reklamálunk, ott egy férfi innyakkendő köpeny, hát ő a főnök, nem? Lesír róla. Ütközésig fel kell húzni, ez már rossz. Azon, amikor kigombolja és úgy húzza le, azt hívják úgy, hogy letolt gatya. Akkor már inkább vegyel, és ha nincs nyakkendő, akkor egy gombot gomboljon ki, mert a begombolt nyakkendő nélkül az a népi táncos. Tehát egyet meg kell gombolni, nyilván nem szügyig, és a férfiak ne hajtsák ki, tehát ők bevülholják. Mi nők kihajthatjuk, a férfiak nem hajtják ki a galérjukat. Hát ezt most csak úgy örömből hoztam el. Hát pulóvernél is bevül van a galér, és nem hajtjuk ki. A férfi zakó
Annak a legalsó gömbját nem szabad soha begombolni, mert akkor ilyen pocimaci lesz. Tehát rendszerűen az elsőt, azt meg mindig be kell gombolni. Ha leül, gombolja ki, meg különben tyúkmele lesz, és amikor áll föl, akkor egyet gomboljon be. Zakót levetni, azt a fogadó fél ajánlhatja föl. Vendégen, hogy hogyan emeled van magán a levetkőzök, én nem az a fogadó fél ajánlhatja föl. A férfi nadrág akkor jó szóság, hogy eltakarja a cipőt, nem ér le a sarokra, ez elő fog vetni egy bugyot. Ha a bugy nincs, a nadrág rövid. Ha túl bugy van, az már sok. A három bugy az meg már a harmonika. Egy napon. És ebből látszik, hogy a tanult ember szerepben a férfi nem hord bermudát. De lányok, bermuda, vékony szőrös lábszár, zokni szandál. Hát szép, mit nem mondjak. És a férfi ember, és kérem szépen, hogy ne engedj meg, hogy elhagyja magát. Otthon is nézzem már ki valahogy. Szoktam mindig mondani. Apróság, biológia, ásítás. Miért nem szabad ásítani? Mert azt jelenti, hogy unlak. És ez borzasztóan sért mindenkit. És nem a szájüreg látványan sértő, hanem a tény. Mert ugye így is látom, vagy így is. Ha ásítani kell, figyelj, akkor úgy kell csinálni, hogy letakarod, és lebukolik a fejed, és vagy zsebkendőd. Mostantól kezdve takart, ha ásítani kell, mert engem ez úgy, mint a fenékbe rúgtál volna, úgy nézett. Tehát le kell venni, és akkor szépen ezt titkolni kell, az ásítást. A köhögésre akarok kitérni, még van nincs időm mindet végigmondani. Rengeteg ilyen köhögős reklámos, így köhögnek így. Átmedezem én. Mellette is meg így. Hát így takarom a számat, ne így. Van, akinek a kis ujja is így szolál. Na. Az a 7%, amiről még beszélnem kell, amikor megszólalunk. Nagyon fontos dolog. Így köhög. Ne így, úgy így. Az a 7%. Első, arra mondanám, hogy nagyon kérem, hogy segítsenek nekem megállítani ezt a végtelenül csúnya beszédet. Szörnyű, hogy az emberek beszélnek. Az a vaze-vaze, elből, megből, összeből, minden. Csak a magyar nyelvünk hova lesz? Tehát mondom, hogy hú, ezt elrontottad? Szóljunk vissza a rendes szóval. Tehát ne vegyük ezt evidensnek, hogy hát így beszél kész. Tehát igenis rá kell szólni, térdepeljen az a gyerek a sarokos, hogy ilyen kis helyes. Tehát nyilván állítsuk meg. A legszörnyűbb egy nagy multicégnél voltam, és a női mosdó előterébe két lány beszélgetett. Mondom, ne halagudjon, de annyira csúnyán beszél. Azt mondja, hát én ilyen vagyok, ilyen mocskos szájú. Hát mondom, ez nem olyan, mint a fél láb. A másik általános tanácsom, hogy nagyon kell tudni, hogy kivel beszélünk, a másik mit ért meg. Mert minden szakmának vannak bűvszavai. Hogy tegnap voltam az ügyvédúrnál, te milyen egy rendes ember, azt mit mondok? Én nem tudom. Hát a másik, tipikus például ez a kompetencia. Gyereknek nincsenek maga kompetenciái. Hát megint elhagyta ez a kutya kölyök, megint mehetünk. Tehát a mit ért meg a másik? És még egy általános dolog, hogy a nyelvtanilag hibás beszéd olyan, mint a szájszak. Hogy beszélnek eleink? Hát hetente legalább egy neme volt, megcsapja a fülem. Meg utóbbi időm az, hogy én, mint képviselőként. Nekem már ez sok. Bamba meg a bamba, az meg ma tök egyforma. És az, hogy voltam az iskolában, azt még a fülem megbocsátja. De a másik, ez egyik politikus, esze helyett a haja nőtt meg, azt mondja a tévében, hogy mikor a tanárnő belép a tanteremben, hát akkor már nagyon röhögtem. És van egy még általános, amit még a tanult emberek is tévesztenek, és nagyon sokszor, hogy az Európai Bizottság aki, az országok között Luxemburg aki, az a cég aki, az meg ami. Mert az aki egy konkrét élő ember, az ami, az meg nem. Most mindenki élő, lény a spongyabba világát éljük, nadrágot szivacsok, itt szaladgálnak, lennek föl, léci, köszik el, puszik, a vacsira volt paci pöri, kovjubival. A Facebookon jön egy kommentár nekem, hogy komcsi? Mondtam, ez kit kommunistázott? Hát ez a komoly, most tudtam meg. De ez nagyon széke. Tehát a lapon van egy, mondom, szükségedek, maradt még egy kenyér. Ó, persze, Ibike, ő jó lesz, ő. Hát mondom, majd leülünk este, elbeszélgetünk, megiszünk a sörről, valami. Tehát ez az őt, igen, azt. Tegyük hozzá, hogy igen, azt. Tehát javítsuk ki, érezze, hogy van olyan szó. És a tegezés-magázás kérdés, amiről akarok még beszélni, mert tényleg már lenyárna az időm, ma mindenki mindenkit tegez. De
teljesen egyszerű, mert mindenki tudja, aki tegez, az is tudja, hogy azzal lehet tegeződni, ez a belső hang mondja nekünk, akivel társadalmilag azonos szerepet töltünk be, együtt őriztünk libát, vagy nem őriztünk együtt libát. A taxis tegezi a másik autós, tegezi a benzinkutast, de étteremben a pincér letegezi, azt mondja, hát ez meg mit tegez ez engem? Ezt mindenki érzi, hogy ez nem mehet csak úgy. Konkrét példám van rá, az első Orbán kormányt annak idején szolgáltam még 9 hónapig, és a munkatársak, fiatal munkatársak, öltön, nyakkendő, főtanácsos jöttek hozzám, hogy a kapun álló katona intézzen már, hogy ne tegezze őket. És nem azt mondom, hogy elszálltak, igazuk van. Van ez a két 26 éves srác, egyik szerepe nézi meg, van a parlamenti belépő, a másik meg kormánydöntéseket koordinál. A szerep más. Hát akárkivel nem lehet. Ha csak férfi van, akkor idősebb férfi a fiatal férfinek, ha csak nő, idősebb nő a fiatal. Tehát a kor szerint idősebb kezdheti el, és nem rangra. Ha viszont férfi és nő is van, az csak a nő kezdheti el. Tehát az, hogy tegezhetlek, ez már tegezve van mondva. Megüzenni kolléganővel, szólj már neki, hogy kezdje el. Tehát az a nő dolga. Azt mondja a munkahelyen az igazgató, hogy hát szervusz, nálunk tegeződünk. Nagyon szépen köszönöm, és fel akartam majd ajánlani, kicsit akartam még várni vele, mert tisztelő. És a tegezésre tegezés kell, hogy legyen a válasz, mert csendőrpert úgy az, ő engem letegez, én visszamagázom, mi fog történni? A vén izé mit magáz, én meg hogy merez engem tegezni, és kettő vasbeton zuhan le. Tehát tegezésre. Tehát, vagy azt mondom, hogy hát, majd gondoltam, hogy én is majd felajánlom, de nem vesz észre. Vagy ami még nagyon jó az a tegezés, nem, hogy hol is találkoztunk, vagy a múltkor már tegeződtünk. Ez se jött ki meg, akkor van még egy harmadik megoldás, az a, hát szervusz, fáradjon be, bocsánat, fáradj be, foglaljon, foglalj, tehát eltéveztem, és látványosan kijavítom saját magam, azt már megérti, mert ha azt se, akkor le voltunk tegezve. Ami még megoldás, van egy olyan szó, hogy akit egyszer tegeztem, még élet tegezni kell. Óvodába jártunk Gézukával, szia Gézuka. Közben valahol ő elnök lett, valaki valahol mindig elnök, ha más nem a lakóbizottságban. Akkor szervusz elnök úr, vagy szervusz Géza. A tegezést tartom, csak a reverenciát teszem hozzá. Tehát aki tegeztem, még élek tegezni kell. Egyszer egy rádióadásban voltam ilyen egész késői műsorban, és egy hölgy telefonált be, együtt járnak kártyázni 20 éve, és az egyik férfi nagyon elszemtelenedett. Nem tudom, mit csinált a bátyja. És ő már vissza akarna vele magázódni. Hát mondom, azt nem lehet. Az volt először, hogy szia Jóska, azaz ezután, hogy szervusz József. Szóval lehet azt úgy tegezni is. Tehát a tegezés, még egyszer mondom, hogy azt a nő kezdheti el. Magánéletben, hogyha a férfi, tehát magánéletben, a férfi kettő generációval idősebb, akkor nyilván ő. És a gyerek-felnőtt kapcsolatban, a gyerek a felnőttet csókolomozza. És a felnőttöt tegezi. Ezt csak a felnőtt válthatja át. A felnőtt mondhatja, hogy most már tegezzél, vagy az a nőt lát, letegez az idős szomszéd bácsi. Mert ha a felnőtt nem kezdi el, akkor még 30 év múlva is csókolom és szervusz. De 18 év felett már mindenki felnőtt. Fiatal vagy idősebb, de felnőtt. Tehát 18 év felett már nincsen csókolomozás. Ott már jó napot kívánakozás van. Na, ön az a fölfelé, maga az a lefelé, de ezt tudja mindenki, és nem kell betenni a mondatba, és akkor majd ön látni fogja, és akkor majd látni fogja. Telefonálás volt, csak most már tényleg csak a pár percem maradt. Ez az első olyan téma, amin borzasztóan aktívan érzem, hogy a társadalom kezdi kitermelni az ellenszert. Ma már megint a bunkofon, ugye régebben 70-es évek végén ugye bunkofon, aztán hú van neki, és most megint a bunkofon műfaj van. Rád, mint a színházban, valakinek most van, akkor hú, nézd már, milyen bunkó nem kapcsolta ki. Egyből reagálunk rá, hogy megy be a zebra alá. Hát egyszerűen már mindenki már nem, hogy neveti, egyszer rosszul esik mindenkinek, hogy nem néz rám. Mert a mobiltelefonnal, ketyerékkel az a baj, hogy a szemkontaktus sérül meg. Az, ha ott van valaki személyesen, nála az életben is fontosabb, mert ő van jelen. És nem mindenki. Vagy kirakom, hogy lássák, hogy nekem van ám. Tudjam, hogy hány óra. Ne ül, tárgyal. Hány óra van? SMS-je, az csak a bank. Ahányszor lenéz, annyiszor veri a másik az orrba, hogy te nem vagy fontos, bezzeg a telefonon. Ha amikor család is vacsorázik, és akkor apa a tablettel, anyu a telefonnal, a gyerek a telefonnal, beszélgetés, szemkontaktus, beszélgetés.
Hát olyan örömmel látom, hogy könyv van a gyerek kezében, régen láttam gyereket könyvvel a kezébe, imádom. Mert abból lesz szókincse. A látottból ő nem, az izé meg a vaze. Ami, ha nem olvas, akkor nem tudja elmondani, hogy mit látott. Tehát a mobilnál is a szemkontaktus nem sérülhet meg. Tehát ha valakivel beszél, akkor ő ne kezdjen el mobilozni, mert beszélek hozzá. A mobilnál különben, ez az, azért hoztam ezt a képet, mert egyre inkább van, hogy leülnek a fiatalok, és egy kosárba rakják a mobilunkat. Akinek az, aki először fölmeri venni, az fog fizetni. Tehát már a srácok is kezdik kinevelni ezt az állandó telefonfüggést magukból. A mobilnál van érdekes dolog, kikapcsolós gomb. Hogy ezt hol nem kapcsolják ki, egyik hallgató mesélte, hogy temetésen szólt meg a mobilja a papnak. Én magam annak idején parlament, kupolaterem, csillárok csillognak, márvány, arany ragyog, kórus énekli a himnuszt. Mobil. Szia! Ünnepségen vagyok a parlamentbe, és lebeszélte. Erre mondta azt Hofi, egy főre eső bunkó, két fő. Tehát nem, kikapcsol. Ha olyan jön rá, hogy nem fogadott hívást, hogy az nem vagyok köteles visszahívni. Sőt, most már nem is szabad, mert most ilyen Afrikából jövő ilyen csali hívások vannak. Ha benne a regiszteremben, akkor persze visszahívom. De hogyha vagy idegen szám, nem kell. Lehet, de nem kell. Ugyanis engem a lakásomban most hív valaki, és nem üzen semmit, akkor nem tudom, hogy hívott. Tehát nem kell. Vissza lehet, de nem kell hívni. A mobilnál az a na mondjad. Hát azért, hogy látom, azért köszönni csak kell, nem? Szia, na mondjad. A mobilt egyébként éjjel-nappal lehet hívni, az ki lenne kapcsolva. Csak szoktam mondani, hogy ki lehet nyugodtan, este lemegyek. Céges a mobil, engem az nem érdekel. Elmegyek, ahogy neki kapcsolom, kész. Nem vagyok ügyeleti rendszerben, ott majd akkor reggel mondja meg a főnök, hogy mit akar. Tehát nem kell állandóan a telefonfüggőnek lenni. A közösségi, ugye a Facebookolásnál is, szoktam mondani, hogy nyilván sokkal lazább az egész. Mindenki például tegeződik. De érdekes, tehát közös, írok a reggel, akkor sziasztok, mindenki általában letegezek. De nekem külön egy férfi ír, azt már magázba válaszolok neki. Az emberben az a belső hang, hogy vele ugye magázódom. Ami zavar engem, hogy mivel nyilvános ugye a net, szabadon nem lehet utána járni, mindenki azt mond, amit akar, minden, hogy olyanok jönnek be, hogy nem szégyelli leírni ezeket a szörnyű ocsmánságokat. Mert álnéven csak a hülye nem bátor, igaz? Tehát ha nem adom hozzá, akkor csak, hogy milyen szavakat használok, és egyáltalán miről írok. Tehát ott is van egyfajta kultúra, amit be kéne tartani. És akkor utolsó félperces témám az az evés, amiről külön lehet beszélni 3 óra hosszát legalább. Ugyanis hallottak most, hogy láttad te már enni? Szóval azért az sokat elmond valakiről. És nagyon kérem, hogy nézzék meg saját magukat, családtag, ismerős, barát, mert legalább 10-ből már 4 ember úgy eszik, hogy felteszi a falatot a villára, letámaszt, és egy olajfúró toronyszerűen így megy fölé. Vagy a leves, hogy az meg ugye folyik, hogy azt meg úgy kijjebb tolja, és így. Vagy ilyen sittesen. Jobb érzésre meglátja, és sikongva elruham. Én most nem azt mondom, hogy 2 könyv a hónom alá, ez a világ elmúlt. Fölrakom, fölihajlok, de a könyökömet nem teszem, az a könyök lerakás honnan jött, nem is értem. Ez borzasztóan zavar engem. Hamburger, szerintem az a hamburgerből jött. A hamburger, tavaly nyáron fölhívott egy reklámcég, hogy a Molnál a benzinkutakon kézműves hamburgereket fognak árulni, és egy ilyen reklámot csinálnak, hogy 2 videótonos focista eszi majd a hamburgert, én meg szakértsem meg. Mondom, én szívesen, csak én még életemben nem ettem hamburgert. Tehát meg ragaszkodnak hozzám. Mondom, mennyire? Megmondták, hát mondom, gyerekek, ennyi, megtanuljuk. Lementem internet, minden how to eat burgers, kikerestem, és én még mindig nem ettem hamburgert, ugyanis a hamburgert nem lehet szépen enni. Az a leve, hogy gyors étel, az be kell nyomni. Maximum késsel 4-be elvágni, és akkor azt a negyedet nyomom be, de azt nem lehet szépen enni, úgyhogy én meg se próbáltam. Na, be kell, hogy fejezzem azzal, hogy keressenek meg, hogyha kérdésük van, jó? Most, ha valakinek hirtelen kérdése van, tessék kérdezni. Nagyon sok mindenről nem beszéltem, tessék. Sokkal korábban nem menjen, mert mit csinálnak ott vele, hanem akkor el van a házra, és 5 perccel korábban már fölmehet. Ha meg én fogadok valakit, és ő jön korábban, leültetem, és nem azt kérdezem meg, hogy mit szabad önnek addig hoznom, mert a kávét fog kérni. És mire a kávét viszem, addig lejön a főnök. És az a fél kávét most vigyem utána, vagy ne vigyem utána.
Szabad önnek hoznom egy ásványvizet? Azt meg nem viszem meg, azt nem kell utána vinni se. Tehát, és nem kell beszélgetni vele, ott hagyom. Ha van időm beszélgetni, akkor nem úgy állok meg fölötte, hogy... akkor leülök vele, vagy olyan messze állok meg, hogy az a látómezőm, hogy elcsapanyom. De nem kell, leültetem, megkínálom, ott van neki valami olvasni, való újság, és akkor és ott hagyhatom nyugodtan. De köszönöm, hogy megkérdezte. Tessék kérdezni. Hát, ha semmi, akkor én még a végére egy perc. Tessék. Igen. Az első alkalom az ilyen. Második alkalommal. És harmadik alkalommal, ha mégis, akkor előveszem a sajátomat, és én is elkezdem, másnap magamat fölhívom, most elveszem. Hát nem hagyom szó nélkül. Sőt, mi több, hogyha én vagyok valakinek, és neki csöng a telefonja, akkor nekem onnan ki kell menni, mert nem lehetek tanulni, hogy számomra idegen kommunikáció. És ő mondhatja, hogy maradjak. Ha nekem azt mondja, hogy én maradjak, akkor nem kezdem el, hogy Béla, hanem oda se nézek. És hogy ha meg egyik, ezt vállalkozom, mert benn volt, nagy hatalomnál volt benn, és annak egy percenként telefonja volt, ő megemelkedett, intett. Harmadik alkalommal megemelkedett, és rá se nézett az illetőre, hanem ilyen nagyon látványosan kiment a szobából. És a nagy ember rohant utána, hogy bocsáss meg, és aláírták a szerződést. Tehát az, hogy fölöttem átbeszél, annak nincsen senkinek ehhez joga. Ha elkezd SMS-ezni, akkor mondat közben leállok. Tehát mindenképpen érzékeztem, hogy te a fejem fölött ne izégessé már. Ez ő is tudja, hogy ő bunkó, csak az, hogy ő megteheti, de nem teheti. Azt nem hiszem, hogy ő elhiszi, hogy ezt neki szabad. Olyan ember nincs. Tehát valahogy érzékeltetni kell vele. Na és tényleg a végére most már ajándék, hogy ezt az estét rám szánták. Ez egy Márai Sándor mondás. Nem mindenütt mondom el, csak a jobb helyeken. Hogy a formákról mit mondott? A formákat pedig utolsó percig be kell tartani. Étkezés közben, társalgás közben, ágyban és asztalnál. És mikor mindegyre formátlanabbá válik az emberi együttélés, te maradj hűséges a köszönés, meghajlás, készfogás, véleményalkotás, kialakult végső és kristályos formájához. Egy korban, mikor mindenki azt követeli, hogy öltsél formaruhát, te járj csak továbbra is zakóban, és este, ha éppen vacsorázni hívnak, ölts fekete ruhát. Nem a ruha, hanem a forma kedvéért. A műveltséget nem csak a könyvek mentik meg. A műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Amikor egy korszak fölemelt ököllel jön ellened, te köszönj vissza nyugodtan, udvariasan, úgy, hogy megemeled a kalapod. Nem tehetsz mást. Köszönöm szépen a figyelmet.